A 2013-ban végrehajtott közoktatási átszervezés során az intézmény a Földművelősügyi Minisztérium fenntartásába került. Ebben az évben jutottak el odáig, hogy szakmakínálatuk letisztult, így a 2016-2017-es tanévben 5 szakmával várták a diákokat. A beiskolázók többsége Makkorról és a térségből származik, de érkeztek nebulók az ország távolabbi szegleteiből is. Makkon már évek óta ez az iskola adja a legtöbb kollégistát a városnak. 7 új osztályt tudunk indítani elsőben, 26 fő szakgimnazista és közel 100 szakközépiskolás kezdi meg nálunk a tanulmányait. A szakmákban, a szakgimnáziumban mezőgazdasági technikus, mezőgazdasági gépésztechnikus, és a szakközépiskolában kertész, dísznövénykertész és mezőgazdasági gépszerelő jelentkeztek hozzánk. Ez nagyon jól sikerült, gondolom a beiskolázási kampánynak, illetve az iskola növekvő hírnevének is köszönhetően még a múlt héten is többen iratkoztak be hozzánk, úgyhogy új osztályokat kellett beállítanunk. A tanévnyitó ünnepséget Farkas Éva Erzsébet polgármester is megtisztelte jelenlétével, aki korábban tagintézményvezető helyettesként, majd tagintézményvezetőként vett részt az iskola életében. Nagy meghatódottság volt bennem, hogy a kollégákkal találkoztam, akiknek ezúton is szívélyesen jó üzenetemet küldöm a tanévhez is, természetesen az egész éves munkájukhoz. Nem könnyű nyilván egy ilyen intézmény falai között nehéz sorsú gyerekeket szakmára indítani és tanítani, hiszen nagyon sok nevelési feladattal is együtt jár. Az iskolában az elmúlt évben több fontos beruházás is zajlott. Így megújult az épület tetőszerkezete, valamint rekonstruálták az intézmény homlokzatán a címert és az iskolaórát is. Idén a makói önkormányzat mintegy 5 millió forintos támogatásának és a galambos diákok kétkezi munkájának köszönhetően a tornateremhez kapcsolódó vizes blokkok is megújulhattak. A csempétől kezdve a fajanszokon át mindent ki tudtunk cserélni, újra lettek festve az ajtókablakok, illetve ajtókablakok cserélve is lettek, és a teljes elektromos hálózat megújításra került. Így talán mostantól méltó körülmények között öltözhetnek át azok a iskolánk tanulói, akik sportolni szeretnének, de délután nagyon-nagyon sokan járnak be a városból, futball, aikido, illetve ilyen idősek tornája rendezvényekre, és ők is most már méltó körülmények között öltözhetnek át erre az eseményre. A vezetőség folyamatosan keresi a lehetőségeket a további korszerűsítésekre. Ennek keretében legközelebb a tanulói mosdóhelyiségeket szeretnék a kor elvárásainak megfelelően átalakítani.